Sok szeretettel köszöntelek a C programozási nyelvet bemutató videósorozat következő részében. A mai részben egy olyan fogalommal, és mindig nem a C program nyelvről lesz szó, a mai videóban egy olyan fogalommal fogunk megismerkedni, ami a programozás, méghozzá a nagyméretű programok elkészítését segítő eljárás, segítő gondolkodási módszer, a programozás világában. Ennek a fogalomnak nem feltétlen a C programozáshoz van köze, úgy általában a programozáshoz van köze, sőt, ha nagyon kötözködöm, akkor úgy általában az emberi gondolkodáshoz van köze. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi az, amiről szó lesz a mai videóban, ahhoz indítsuk el a wikipedia.hu nevű oldalt, és írjuk be a keresőjébe azt, hogy algoritmus. Jó? No. És ezt gyorsan ezt olvassátok el, majd légy szíves. Igazából én ezt a fogalmat, vagy ezt a részt emelném ki, ugye, hogy az algoritmus szó, és ezzel kapcsolatos ez a fogalom, a számítástechnikai kultúra elterjedése, népszerűsítés ütötte át a köznyelvbe, ültette át. No. Az algoritmus, vagy inkább eljáráson, tehát algoritmuson eljáráson olyan megengedett lépésekből álló módszert, utasítássorozatot, részletes útmutatást, receptet értünk, amely valamely felmerült probléma megoldására alkalmas. Például eljárást, algoritmust, receptet lehet adni egy kombó asztal vagy egy egyéb bútor összeszerelésére. Jó? No, ezt a részt itt szépen elolvassátok majd, hogy mi ez az algoritmus, meg hogy működik, meg miként, meg mire jó ez, meg miért érdekes ez a számítástechnika szempontjából, főleg miért érdekes ez a programozás szempontjából. És hogy megértsétek, hoztam én ide egy kis példát. Ez a példa arról szól, hogy édesanyám szól nekem, hogy drága fiam, készíts nekem egy teát. Ugye a programozás arról szól, hogy megpróbálunk egy nagy problémát elemi lépésekre felbontani. Egy komoly berendezésnek, és most akkor a számítástechnikától, meg a programozástól vonatkoztassunk el, egy komoly berendezésnek a megtervezése sem úgy történik, hogy na, milyen gép kéne nekünk? Ez kell, oh, puf, készen van. Hanem a mérnökök nekiállnak és elemzik, hogy oké, ennek a berendezésnek milyen műveleteket, milyen, hát igen, maradjunk ennél a szónál, műveleteket kell végrehajtania, milyen tevékenységet kell végeznie. No, ennél a problémánál, amit az előbb felvetettem, hogy teát kellene főznünk, ennél a problémán ez egy viszonylag egyszerű probléma. Ugye mondhatnám azt, hogy egy általános iskolai gyereknek is lehet azt mondani, na kisfiam, akkor gyorsan főz a apádnak, vagy anyádnak egy pálinkát. Na, freudi elszólás, teát. Nézzük azért meg, hogy egy ilyen teafőzésnek mik azok az elemi lépései, ami nélkül nem lehet teát főzni. Én ebben a kis mintába próbáltam, ezt a kis bemutató mintába próbáltam ezeket a lépéseket összeszedni. Ugye először is megfogalmazom, hogy ez az egész dolog, ami ide le van írva, ez micsoda. Tehát ez tulajdonképpen a teafőzés, és az egész eljárás, az egész algoritmus, ennek a működése itt kezdődik, aztán majd valahol egyszer csak vége lesz. Tehát ezt is jelzem, hogy hol van vége. Ugye minden egyes probléma megoldásnak vannak feltételei. Tehát valami kellenek ahhoz, hogy én az adott problémát meg tudjam oldani. A programok esetében ezek a valamik, amik kelleni fognak, ezek adatok lesznek. Ezeket az adatokat nekünk majd definiálni kell, meg kell határoznunk, meg kell adnunk a nevét, meg kell adnunk a típusát, meg kell adnunk az érvényességi körét, de nem akarok most ennyire előre menni, maradjunk annyiban, hogy szükségünk van valamire. A teafőzés esetében mi az, ami kell ahhoz, hogy teát tudjak főzni? Ugye kell egy kanna, kell egy pohár, kell egy víz, kell a víz, kell a firtel, kell a cukor és kell a citromlé. Sőt, ugye most, hogy itt átnéztem, a legfontosabb elemet hagytam ki a dologból, ez pedig a tűzhely, ugye ami nélkül nehéz lenne elkészíteni a teát. Na nézzük, ha megvan, hogy mikre van szükségünk, akkor ezeket az elemeket, amik kellenek, az adatokat,
elkezdjük feldolgozni, elkezdünk velük valamit csinálni. Na mit csinálunk? Hogy kezdődik egy teafőzés? Ugye először is vizet töltünk a kannába, tehát a kanna nevű valamit megfogom, és beletöltöm a másik nevű valamit, amit úgy hívtunk, hogy víz. Oké, tehát ez már egy művelet. Majd benne van a kanna a vízbe, bekapcsoljuk a tűzhelyt, és ha bekapcsoltuk a tűzhelyt, akkor feltesszük a kannát a tűzhelyre. Tehát ugye megint arról van szó, hogy csináltunk valamit egy adattal. Például a tűzhelyjel azt csináltuk, hogy bekapcsoltuk. Aztán a kannával, meg a tűzhelyjel azt csináltuk, hogy az egyiket a másikra tettük. Tehát ezek mind-mind ilyen úgynevezett alapműveletek. Várunk majd addig, amíg ez a tea víz felfor, illetve maga a víz felfor, és ha ez megvan, megtörtént, hogy felforrt a vízünk, akkor egyszerűen fogjuk és kikapcsoljuk a tűzhelyt, levesszük a kannát a tűzhelyről, ugye? És kiöntjük a tea vizet a pohárba, a kannából, tehát ha nagyon kötözködöm, akkor ide írnám, hogy kannából, vagy fogalmazhatom volna úgy is, hogy a kannából a tea vizet a pohárba öntjük, ugye? Tehát ez már csak megfogalmazás kérdése, de a lényeg az, hogy a pohárba kerül a forró tea víz. Majd ebbe a tea vízbe, ami a pohárba van, beletesszük a filtert, és megvárjuk, amíg a filter kioldódik a tea vízben. Ugye most már van egy alapteánk, vannak, akik a teát így szeretik alap esetben, például én is ilyen vagyok, én se szeretem a teába, a vízen és a tea filteren kívül, illetve magán a teának az alkotó elemén kívül bármi más is van. De ugye vannak, akik édesen szeretik a teát, tehát hogyha édesen szeretjük a teát, ugye meg kell vizsgálni, hogy édesen szeretjük ezt a teát. Ha igen a válasz, akkor értelemszerűen beletesszük a cukrot a pohárba, illetve a tea vízbe, illetve most már a teába. Tehát ebben az esetben egy olyan szituációba keveredtünk, aminek a lényege, hogy valamilyen állapotban vagyunk, és ebben az állapotban valamit meg kell vizsgálnunk. Ebben az esetben azt vizsgáljuk meg, hogy mi édesen szeretjük a teát, vagy nem szeretjük édesen a teát. Ez egy feltétel. Ha a feltétel teljesül, tehát igen, mi édesen szeretjük a teát, akkor teszünk bele a cukrot. Az is előfordulhat, hogy egy feltétel esetében lesz egy olyan eset, hogy igen, ez a feltétel igaz, és akkor ezt csináljuk. Vagy olyan is eset, hogy olyan is előfordult, hogy nem, nem igaz, akkor viszont teljesen más csinálunk. Ebben az esetben nekünk csak az a megoldásunk van, hogy ha édesen szeretjük, akkor teszünk bele, tehát egyébként nem csinálunk a cukorral semmit. A következő kérdés azt kérdezi, hogy azt szeretné eldönteni, hogy citrommal szeretjük-e a teát. Logikus, hogyha a válasz igen, ugye ez megint egy eldöntés dolog volt. Ha igen, citrommal szeretjük, akkor beleöntjük a citromlét, és ha mindezzel végeztünk, akkor egyszerűen fogjuk, ugye ha anyukám kérte tőlünk, vagy mi kértünk a gyerektől, akkor egyszerűen vagy a gyerek, vagy mi felszolgáljuk a teát annak, aki kérte, és ezzel tulajdonképpen a mi feladatunk, a teafőzés, mint egy algoritmus, mint egy feladat, mint egy komplex, bonyolult feladat, végrehajtásra is került. Tehát látszik, hogy például egy ilyen egyszerű dologhoz, mint a teafőzés is, tartoznak alapelemek, mondjuk úgy, hogy eszközök, adatok, amik ahhoz kellenek, hogy én a feladatot végre tudjam hajtani, és ezeken az adatokon, ezeken az eszközökön valamilyen műveleteket hajtunk végre. Várakozunk addig, amíg valamilyen állapot be nem áll. Megvizsgálunk valamilyen állapotot, hogy az az állapot fent áll, vagy nem. És ha fent áll, akkor ezt csináljuk, ha nem áll fent, akkor vagy nem csinálunk semmit, vagy csinálunk valami mást, mint amit akkor tennénk, amikor az állapot fent áll. Tehát tulajdonképpen egy csomó alapvető műveletet hajtunk végre egy ilyen komplexebb probléma megoldása során is. Miért mondtam el ezt az egészet? Azért, mert amikor mi algoritmusokról beszélünk, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy vannak úgynevezett elemi műveleteink, ezeket az elemi műveleteket kell nekünk a programozás során megtervezni. Egyszerű programos esetén, amikor már nagy rutinra tettünk szert az adott programnyelv, vagy egyáltalán a programozás technikájának elsajátításában, akkor már nem feltétlen fogunk ilyen úgynevezett
elemi műveletekből, utasításokból úgynevezett tervezési diagramokat, vagy eljárási diagramokat készíteni, de most még az elején mindenféleképpen fogjuk őket használni. Tehát léteznek bizonyos tervezési módszerek, és itt most nem feltétlen emelném ki, hogy programtervezési, általában tervezési módszerek. Szerintem egy pár tervezési módszert te is ismersz, ilyen például a folyamatábra. Az a tervezési módszer, amit én az előbb használtam itt, amikor szövegesen leírom, hogy mi történik, ezt hívjuk úgynevezett leíró nyelves algoritmizálásnak. Hát itt van egy hivatkozás, amit én most meg fogok nyitni, bocs, visszalépek egyet, ami programozás esetén azért egy picit másképp néz ki, mint amit én most a TEA főzésnél elkövettem. Tehát például egy leíró nyelv az valami hasonlóan néz ki. Ugye algoritmust elkezd, algoritmust befejez, értékadás, tehát mit tudom, valaminek valamekkora értéket kell, hogy képvisel. Ebben az esetben az, aminek értéket adunk, azt változónak hívjuk, például a kanna. Ugye nem mindegy, hogy milyen kannát veszek. Amikor a kannába beleteszem a vizet, az fölfoghatom egy értékadásnak, a kannának a víz szintje legyen, mit tudom én, ennyi, két pohárnyi, vagy valami ilyesmi. Aztán előfordulhat olyasmi is, hogy valamilyen adatokra szükségünk van, és ezeket bekérjük. Aztán vannak olyan esetek, amikor valamilyen adatokat meg kell jelenítenünk, akkor ezeket fogjuk és kijelezzük, jó? Tehát ilyen dolgokat fogunk csinálni, hogy ki kettős pont, és akkor leírjuk, hogy mit írunk ki. Be, és akkor megmondjuk, hogy milyen változókat olvasunk be. Az előbb volt egy ilyen, hogy ha ez van, meg ha az van, akkor mi van. Ezt a dolgot úgy hívjuk, hogy elágazás. Aztán volt olyan, amikor az előbb azt mondtam, hogy várunk, amíg felforr a víz. Várunk, amíg a filter kioldódik. Ezeket az úgynevezett várakozásokat, amikor valamit folyamatosan csinálunk addig, amíg valami be nem áll, ezeket úgynevezett ciklusoknak hívjuk. Azok a ciklusok, amelyeket, vagy az a ciklus fajta, amit én ebben a teafőzésben használtam, ezek úgynevezett tesztelős ciklusok. Ezek a tesztek elvégezhetők egy ismétlődési folyamatban a legelején, vagy elvégezhető az ismétlődési folyamat végén. Sőt, vannak olyan ciklusok, vannak olyan ismétlő eljárásformák, amikor meg tudjuk mondani, hogy valamit mondjuk 8-szor vagy 10-szer kell elvégeznünk, ahhoz, hogy a dolog jó legyen, vagy az, ahogy a dolog elkészüljön, ebben az esetben számlálós ciklusokról beszélünk. A leíró nyelvekben jellemzően ezeket a második oszlopban lévő fogalmakat kell majd használni, amennyiben úgy döntünk, hogy ilyen jellegű megoldást fogunk választani. A másik megoldási forma, amit szintén gyakran használnak, ez a folyamatábra. A folyamatábrába ugyanezekre a dolgokra, hogy elkezdődik valami, befejeződik valami, értéket kap valamit, kiírunk valamit, beolvasunk valamit, illetve eldöntünk valamit, vagy ciklusba szervezünk valamit, ezeknek úgynevezett grafikus jelei vannak, és ezek a grafikus jelek az alábbi ábrán láthatjuk őket, ezt hívjuk folyamatábrának. A folyamatábrához ugye az alábbi jelek tartoznak, ilyen úgynevezett ellipszisben van benne a kezdés és a befejezés, az értékadás, vagy általában valamilyen művelet, az egy dobozban, egy téglalapban van benne, egy bemenet, meg egy kimenet megjelölve az irányt ki vagy be, pedig egy úgynevezett paralelogrammában van benne. Az eldöntés, vagy elágazás, az egy úgynevezett sarkára állított négyzet, amelynek két kimenete van, nem feltétlenül a bal és a jobb oldala, lehet a bal oldala meg az alja meg a jobb oldala, sőt, hogyha ennek csak egy állapota van, akkor az is előfordulhat, hogy csak egy igaz oldalon folytatjuk, és a hamis vágon folytatjuk tovább a program többi részével. És van ugye a számlálós ciklus, ami pedig nem más, mint egy úgynevezett hatszög, tehát egy ilyen elnyújtott hatszög, ami addig-addig csinálja a dolgokat, míg a kezdő állapotból, például az egyes értéktől, ugye ez azt mutatja itt az ábrán, hogy 10-szer kell valamit megcsinálni, 1-szer, 2-szer, n-szer, 10-szer, amikor a 10-szer megcsinálta, akkor pedig a másik oldalon kijön, és folytatná tovább a programot.
És aztán lesz az a programozási technika, amit mi fogunk használni. Bocsánat, ennél a technikánál, a folyamatábránál nincs külön jelölése az úgynevezett előtesztelős és hátultesztelős ciklusnak, mert ez úgy működik, hogy az ilyen úgynevezett feltételes elágazásokat használják arra, hogy ciklusba szervezzenek valamit. Abban az esetben, hogyha mi struktogramot, és már pedig mi azt fogunk használni, mert a mai órának ez lesz a lényege, struktogramot fogunk használni, abban az esetben dobozokról beszélünk, minden esetben dobozok lesznek, tehát ez az úgynevezett dobozolós módszer, tehát ebben csak dobozok lesznek, csak különféle jelöléssel. Az úgynevezett alapművelet, ez tulajdonképpen a sima négyszög, és beleírjuk, hogy mit csinálunk. Ha értékadás, akkor leírjuk, hogy melyik változó, és egy kettős pont egyenlővel szimbolizáljuk, hogy akkor itt egy értékadás van. Ha bemenet vagy kimenet van, akkor pedig be kettős pont és ki kettős pont után írjuk, hogy mit akarunk beolvasni, ugye ez általában vagy billentyűzetről, vagy adatállományból, tehát tárolóból történik, és mit akarunk kiírni, ez vagy képernyő, vagy adattároló szintén. Az elágazás a struktogramokban ezzel az ábrával szemléltethető. Ugye itt van egy feltétel középen meghatározva, és aztán van egy igenág, meg van egy hamiság, hogy most a jobb oldalon van az igen, vagy a bal oldalon van az igen, ez teljesen mindegy, ez tőlünk függ, odaírjuk, ahova akarjuk, csak a lényeg az, hogy az egyik igen legyen, a másik nem, és akkor neki megfelelő oldalon van annak azok az utasítások, amik ha nem, és a másikon vannak azok az utasítások, amik igen. Aztán vannak az úgynevezett ciklusok, na erre már komolyabb ábrázolás van. Az a fajta struktogram, illetve struktogram készítő eljárás, amit mi fogunk használni, az előtesztelős ciklusra ezt a szimbólumot használja, a hátultesztelős ciklusra ezt a szimbólumot használja, viszont a számlálós ciklusra nem ezt, hanem egy másikat fog használni, és mindjárt meg is mutatom, hogy melyiket. No, itt vannak azok az eljárások, itt vannak azok a szimbólumok, amiket mi a mi struktogramunkban használni fogunk, és az a program, ami ezt használja, az pedig úgy hívják, hogy Structurizer, amit mindjárt le is töltünk, és telepítünk is a gépünkre. No, tehát azt, amikor egy sima dobozunk van, ugye ő az és ő az, ezeket hívjuk úgynevezett szekvenciáknak. Ha a szekvencia úgy néz ki, hogy valami kettős pont egyenlő, akkor értékadás. Ha valami úgy néz ki, hogy be kettős pont, akkor az adatbevitel. Ha valami úgy néz ki egy szekvenciában, hogy ki kettős pont, akkor az adatkivitel. Jó? Tehát ezek a szekvenciák ennek a három fogalomnak a kezelésére alkalmasak. A következő, ugye ez a feltétel, ezt már ismerjük, jó? Tehát ő az. Tehát a feltétel, itt annyi a különbség, hogy én itt a két vonalat behúztam középre. Egyébként, ha jól emlékszem, a program ezt a verziót használja, de majd mindjárt megnézzük. Jó? Itt nem beszéltünk egy olyan szimbólumról, amit később majd rendszeresen fogunk használni, az elején nem nagyon, ez pedig az úgynevezett alprogram, vagy subroutine, vagy külön eljárás, tehát amikor valamit nem ebben a programban írunk le, hanem egy másik blokkba, egy másik dobozba írunk le, és itt csak megemlítjük, hogy na, akkor el kell menni, és azt a programrészt is végrehajtani. No, iterációk, vagy ciklusok, ugye előtesztelős, hátul tesztelős, és itt van, hogy hogy fog kinézni a számlálós. Tehát ezzel a jelölésmóddal ellentétesen ezt a jelölésmódot fogja használni a programunk. De a lényege az, hogy számlálós program, jó? No, akkor fordítsuk egy pici figyelmet magára a struktogram alkotó, vagy rajzoló, vagy készítő programra. Ez az eszköz nem más, mint a Structurizer. A Structurizer nevű program ezen az oldalon elérhető. Én ezt most gyorsan a kontroll és a kattintással meg is nyitom. Gopika ácsi valóban rossz helyre mentem. Ja, bocs, ez a Java, elnézés, beszélek itt butaságokat. Ez a Java környezet. Én most egy olyan verziót fogok mutatni, ami nem Java környezetben működő verzió. Egyébként alapértelmezetten, ha itt a downloadot kiválasztjuk, és innen föntről választunk, akkor ez mindegyik Java környezetet használ, de mivel én nem szeretnék telepíteni egy külön programot is azért, hogy egy adott alkalmazást tudjunk használni, egyébként a Java egy nagyon gyakori környezet bármihez is,
Ezért én ennek a programnak egy régebbi verzióját fogom letölteni, méghozzá ezt az úgynevezett Structurizer Light nevű programot, tehát ezt választjuk ki, légy szíves, és ezt indítsuk el, jó? Kattintsunk rá, ez a letöltést fogja elindítani. Ugye itt látszik alul, hogy letöltődik a program. Jó, itt mindjárt nézem is az összes megjelenítésénél, hogy lejött-e a program. Le is jött, ugye itt van Structurizer Light, tehát én elmegyek a mappába, ugye ez most a letöltési mappa, és látom, hogy itt is van valóban a Structurizer Light nevű programom. Ugye ez szintén egy tömörített mappa, tehát zip file, jobb egérrel, és az összes kibontása menüpont kiválasztásával kicsomagolom ezt az alkalmazást. Itt is van, bele is ment. Most ebben az alkalmazásban Macintosos környezethez is adnak segítséget, meg Windowsoshoz is. A Windowsos környezet, ez maga a Structurizer, tehát ha én ezt most jobbegérrel kiválasztom, és azt mondom, hogy másolás, majd elmegyek a C meghajtóra a gyökerébe, ugye ahova már kitettük a TCC-t is, és ide egy üres területen jobbegér és beillesztést választom, akkor a Structurizer nevű programom megjelenik, illetve a hozzá szükséges mappa, és annak a tartalma megjelenik itt a mappában. No, ezt a programot én most elhelyezem, elnézést, Windows D-vel lecsukok minden programot, ezt a programot én most el fogom itt helyezni az asztalon, hogy mindig könnyen és gyorsan el tudjam érni, mivel nem telepítettem, ezért értelemszerűen a start menüben ő nem jelenik meg. Jó, tehát itt az S betűnél ő nem lesz elérhető, ezért kell nekem valahogy egy indítóikont készíteni hozzá. No, azt mondja itt a Structurizer, rálok a Structurizer nevű programra, tehát nevű fájra, kattintok rajta egyet, jobbegér, és azt mondom, hogy küldés asztalra parancsikon létrehozása, tehát ezzel szépen elküldöm őt az asztalra. Ha ez megvan, akkor már is van egy Structurizerem, ezt én ide áthozom, és az F2 billentyű lenyomásával a sok badarságot kitörlöm belőle, és csak annyit hagyok meg nagy S betűvel, hogy Structurizer. Így is van. Na, akkor ezt a programot én szépen meg is csináltam. No, most már ez használható. Kettő kattintással el is indítható, és tulajdonképpen itt a Structurizer nevű programunk. Itt vannak azok az elemek, amiket használhatunk a különböző esetekben. Egy gyors tesztet fogok csak bemutatni. Itt lehet elnevezni a programot, mit tudom én, te a főzésnek. Jó, és ha ezt beírtok, akkor itt leokézzük, akkor innentől kezdve ez az egész program, ez az egész modul, amit csinál. Itt van most benne jelen pillanatban egy semmit nem csináló modul. Ha én erre kettőt rákattintok, és beírom, hogy i2.1=10, akkor csináltam egy értékadást. Jó, tehát ez egy értékadó művelet, és akkor visszajövök egy picit, elnézést, ide. Jó, tehát x=10, vagy i=10, akkor csináltam egy értékadást. Jó, visszamegyek. Most csinálok egy bevitelt, meg egy kiírást. Ugye ez alá szeretném a következő utasítást, és utasítást szeretnék, tehát itt van, hogy adjunk egy úgynevezett, itt van, hogy instruction, tehát egy végrehajtási műveletet. Ebbe azt írom, hogy B2, mit tudom én, A. Ezzel én beolvastam egy A változóba egy értéket. Ismét egy utasítás vagy instruction szeretnék hozzáadni, vagy szekvenciát. Ez most akkor az lesz, hogy k2, mit tudom én, B. Enter. Vagy oké. Okay. Tegyük föl, hogy az A az nem más, mint, vagy a B nem más, mint az A kétszerese, akkor egy értékadásom lesz, méghozzá ez alá kéne betennem, tehát előbb meg kéne csinálnom azt, hogy a B2=2A. Tehát innentől kezdve akkor az A-nak, ha megadom az értékét, itt kiszámítja a B értékét, ami kettőszöröse lesz az A-nak, majd a B értékét kiírja. Jó, akkor most már ezen is túl vagyunk. Tehát van egy értékadásunk, van egy bemenetünk, meg egy kimenetünk. Nézzünk egy döntést, jó? Hogy működik a döntés? Ugye ide a ki alá fogunk eltenni egy döntést. Ez a döntés, ugye ez az if statementnek nevezett valami, le is teszem. Azt mondja, hogy ide jön egy feltétel. Például azt mondom, hogy a B, megvizsgálom, hogy a B nagyobb-e, mint
100. Tehát ezt megvizsgálom, hogy ez igaz-e, hogy a B értéke, bocs, nem nagy B, hanem kis B, elnézést, hogy a kis B értéke nagyobb-e, mint 100. És akkor ide letette, nézzétek meg ezt az elemet. Itt egy gond van, hogy mivel nem magyar, meg nem angol program ez a, ez a structurizer, ezért ő az igazat, meg a hamisat V-vel, meg F-vel jelzi, de gyorsan valahol mindjárt megkeressük, hogy hol lehet ezt beállítani. Valahol be lehet ezt állítani, azt mondja, hogy papparapparappara. Jó, hát majd valahol megnézem, hogy hol lehet beállítani, elnézést. Most így hirtelen nem ugrik be, hogy hol van ez. De ha nem fogja tudni beállítani, az se gond, mert akkor egyszerűen fogjuk és tudomásul veszük, hogy az egyik a, az igaz, a másik meg a hamis. Ugye a false angolul, ugye abból lehet tudni, hogy ez a hamis. Na, ha B nagyobb, mint 100, akkor például ide leteszünk egy olyan végrehajtó utasítást, ami mondjuk azt mondjuk, hogy neki, hogy dupla kattintással, hogy ki kettős pont, és akkor idézőjelekbe kiírjuk, hogy ez egy nagy szám. És akkor ezt itt így leokézzük. Ha a hamiságon nem akarunk simán csinálni semmit, akkor ide nem írunk semmit. Ha itt is akarunk valamit csinálni, akkor ide is beírjuk, hogy például ki, ez nem is nagy szám. És akkor kiírjuk ezt a szöveget is. Jó? Tehát most már van egy döntésünk, és nézzük, mi ez a ciklus. Ugye van itt ilyen számlálós ciklus, ugye megbeszéltük, hogy ennek nem ez lesz az ikonja. Itt a számlálós ciklus, tehát ő az úgynevezett for nevű ciklus. Ugye a loop az jelenti a ciklust, a for pedig a számláló ciklust jelenti. Hát én ezt most szépen ugye bele, itt kivágom az if-et, és azt mondja, hogy az if után tegyük be, azt mondja, hogy itt, hogy valami, tehát tesz ide három dolgot, azt mondjuk neki, hogy, a, hogy legyen a mondjuk az i kettős pont egyenlő egy, és akkor azt mondjuk neki, de teszünk egy pontos vesző, tehát ez az induló feltétel. A befejező feltétel az az, hogy az i, a kis i legyen kisebb, mint 10, aztán teszünk még egy pontos veszőt, és végül azt mondjuk neki, hogy minden egyes alkalommal ennek az i-nek az értékét növelje meg egyel, tehát az i értéke legyen i plusz 1. Oké? Okay? Ha ezt így leokézom, akkor itt lett egy ilyen ciklus, ami megmondja, hogy az i értéke, bocsánat, elírtam, itt egy nagy i-t írtam, elnézést, ezt gyorsan kijavítom kis i-re. Jó? No, tehát az i egyenlő 1-től kisebb, mint 10-ig, és minden egyes, amikor itt ez a belső rész mindig végrehajtódik, akkor mindig megnövelődik egyel az 1, és ha nem ér el a 10 értéket, akkor újra és újra és újra és újra és újra végrehajtódik ez a belső mag. Hát én most nem írok semmit, hanem megnézzünk egy elöltesztelő ciklust, és azt mondja, hogy ide kell egy feltétel, akkor azt mondjuk, hogy ez a feltétel nézzen ki a következőképpen. Mit tudom én, hogyha B érték, tehát addig csinálunk valamit, amíg a B értéke, mit tudom én, kisebb, mint 50. Jó, tehát ez lesz a feltétel. Mielőtt ebbe belemásznánk, elé, ide itt van, hogy elé beteszünk egy értékadást, aminek azt mondjuk, hogy a B legyen egyenlő 20-szal. Oké? B kisebb, mint 20. Igen. Akkor ezt az utasítást végre kell hajtani, és akkor most azt mondom neki, hogy akkor az utasítás legyen az, hogy a B értéke az nőjön, növelődjön meg mondjuk 10-zel. Oké? Okay? Tehát amikor jön ide a végrehajtás, beállítjuk a B változót 20-ra, megnézzük, hogy kisebb, mint 50 kisebb, akkor a B-hez hozzáadunk 10-et. Mennyi lesz a B? 30. Jövünk ide-vissza. B kisebb, mint 50? Kisebb. Akkor megint hozzáadunk 10-et. Mennyi lesz a B értéke? 40. B kisebb, mint 50? Kisebb, mint 50. Akkor megint hozzáadunk 10-et. Mennyi lesz az értéke? 50. A B kisebb, mint 50? Nem. Az 50 nem kisebb, mint az 50. Tehát innentől kezdve befejeződik ez a iteráció, ez a többszöri végrehajtás, és jöhet egy következő utasítás, mondjuk, ami meg egy hátul tesztelős ciklus, ami meg azt mondja, hogy az A nagyobb, mint 100, addig csináljon valamit. Na most, gondoljuk végig, hogy mi van, ha én azt mondom ennél az utasításnál, hogy a B nem 20, hanem mit tudom én, 62. Ha a B 62, hányszor fog ez a művelet, itt ez a ciklus végrehajtódni? Hát roppant egyszerű, egyszer sem. Mert ugye a B 62, megvizsgáljuk, hogy a B kisebb, mint 50? Nem, a B nem kisebb, mint 50, tehát ez az utasítás végre sem hajtódik, és jön a következő utasítás. Ez.
mert ez majd a végén fog vizsgálni, jó? És akkor ide valamit beírhatnánk. Na, ezek azok az alapelemek, amikről szó van, jó? Tehát egy utasítás értékadással, adatbevitellel, adatkiadással, egy értékadással, egy feltétel, egy számlálós ciklus, egy elöltesztelős és egy hátultesztelős ciklus. Van még itt három jel, erről majd később beszélni fogok. Ezekkel az alapjelekkel egy jó ideig el leszünk, tehát nem fognak meg kelleni a többiek. Jó? Ha valami elé kell beszúrni egy grafikai elemet, egy ilyen dobozt, akkor ezeket az elemeket használjuk. Ha valami mögé kell beszúrni, akkor ezeket fogjuk majd használni, és ha a sorrendjüket meg kell változtatni, például itt a kit még először ki akarom írni, mielőtt kiszámolom, akkor ezzel szépen át lehet őt helyezni. Ugye itt már is van egy hibám, mert hogy nem nagy B a változóm neve, hanem kis B. Jó. No. Tehát ennyit erről a struktogramról, és ha elvégeztük, megcsináltuk a struktogramnak a dolgait, akkor a file mentés másként el, ezt el is fogjuk tudni menteni, mondjuk akkor mentsük el gyorsan ez a gépre. Ugye, bocsánat, nekünk itt van egy jól felfogott kis mappácskánk, méghozzá, aha, ez nincs itt a kedvencek, hát ez nagy kár, jó, semmi gond, akkor a C, a felhasználók, azon belül az én mappám, azon belül ugye a programozás mappa, és akkor ez legyen, az legyen a neve. Ugye automatikusan ő azt a nevet adja neki, amit ide fölülre írtunk, de én most ezt, hát akkor maradjon ez, csak én ékezetek nélkül leírom, jó, hogy te a fózes, jó? Ez lesz a neve. A típusa pedig NSD. Az NSD ez a két ember, két diáknak a neve, akik kitalálták. Az N az egyiké, az S a másiké, a D pedig a diagramnak a rövidítése. Mentés. No, ennyit erről a dologról. Tehát akkor tulajdonképpen az algoritmizálásnak van három féle megoldása, tehát van a leírónyelv, ugye az előbb itt mutattam például valami hasonló, de hogyha ezt programozásnál akarjuk használni, ugye akkor emlékszünk rá, hogy akkor ugye erre volt egy előre megadott A kezd, A vég, söttörö, tehát akkor ezeket a fogalmakat kell használni, majd egy-két programot megcsinálunk így. Jó, a következő ugye az értelemszerűen a folyamatábra. Ha most a Wikipedia, vagy bocsánat, a Google-val rákeresetek arra, hogy folyamat ábra, és nyomok egy Entert, akkor itt látszik, hogy vannak folyamatábrák különböző problémákra, ugye itt egy viszonylag elég bonyolult folyamatábra, nem akarom megfejteni, hogy mi van rajta, csak a lényeg, ugye ez is itt egy folyamatábrának az elmagyarázása, hogy milyen elemek vannak, hogy használjuk őket, ugye itt szépen el vannak, meg vannak csinálni, és itt van egy komoly probléma. Itt indul, csinál valamit, van egy döntés, ha igen ez van, ha igen ez van, ha nem, akkor ez van, egyébként ez van, tehát látszik, hogy itt egy komoly problémát földolgoznak ezzel a dologgal, nem is akarom megérteni, nem is akarom elmagyarázni, jó? De látszik, hogy ez használt eszköz, ez a folyamatábra. Jó? És akkor az utolsó pedig a struktogram, amiről beszéltünk. Tehát vannak a szekvenciák, ugye? Van a szelekció, ez, és van az iteráció, ugye elnézést, itt a szobrötünk ki van hagyva, tehát akkor itt vannak az iterációk, jó? No, ennyit a dologról. No, a struktúrázási programot letöltöttük, és akkor tulajdonképpen a mai tananyagnak a vége az ismét a házi feladat, tehát akkor egy picit utána kéne nézni, az előbb ugye, ebben nyitottam ezt az előadást, illetve ezt az órát, hogy megnézzük, hogy mi az algoritmus fogalma, és akkor meg kéne még nézni, hogy mi, elnézést, ezt rosszul kattintottam, bocsánat, meg kéne még nézni, hogy mi az, hogy szoftver, és meg kéne nézni, mi az, hogy szoftver életciklus, illetve szoftverfejlesztésnek mik a lépései. Ezeket úgy jellemzően rá kell keresni erre a fogalomra, tehát kijelöljük, és azt mondjuk neki, hogy jobbegér másolás, megyünk a Google-ba, Ctrl-V-vel beillesztjük, ugye itt az elejéről ezt a gondolatjelet leszedem, nyomok egy Entert, és akkor fogunk találkozni ezzel a fogalommal, hogy mik ezek a szoftver életciklusok. Jó, tehát akkor egyet megnyitunk, és elolvassuk, hogy mi az a szoftver életciklus. Hát ez például egy konkrét jó megoldás a problémára, hogy megtudjuk, hogy mi az a szoftver életciklus. No, hát ennyit mára.
Ugye elvileg a mai nappal arról beszélgettünk, ugye ezen az órán azon beszélgettünk, ugye, amit szintén megint 2 óra lett volna eredetileg, hogy egyáltalán mi az, hogy program. Egy picit itt a dokumentum elején van arról szó, hogy mi a struktúrált programozás. Én erről nem nagyon beszéltem most az előadásban. Kérek mindenkit, hogy ezt olvassa el, illetve keressen rá az interneten, hogy mi az a struktúrált programozás. Jó? De aztán a struktúrált programok fölépítéséről már némi szó volt, de itt akkor egy picit ki is beszélgetjük ezt a main programot. De az előadásban tulajdonképpen a programtervezési módszerekről lett volna szó. No, illetve volt szó, nem lett volna szó. No, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, illetve a figyelmedet. Ugye most már a 6.-7. óránál tartunk igazából, tehát ezeket beszéltük úgy nagyjából át, és akkor innentől kezdve egy picit kisebb léptékkel fogunk haladni, és sokkal több gyakorlati része lesz a dolognak, mint ami eddig volt. Tehát ezek voltak azok a nagyon fontos elméleti részek, amik kellenek ahhoz, hogy később a gyakorlati részekben érdemben tudjunk dolgozni. Köszönöm a figyelmeteket, én akkor gyorsan itt be is zárok minden ablakot. Mindenkit kérek, illetve téged kérlek, aki nézed a videót, hogy a Structurizer programot akkor telepíts le, tedd el a más oldalt, hogy helyezd át a megfelelő oldalra. Ugye én még itt egy dolgot megteszek, hogy a Structurizernek a letöltések mappában maradt részét, ugye itt van ő az, ezt akkor én Shift Delete-tel innen kitörlöm, hogy még a kukába se tegye be, ugye akkor 2 dolgot töltöttünk le eddig, a Structurizert és a TCC-t. Jó, hát tulajdonképpen akkor mára ennyi a dolog, a kukát gyorsan kiürítem. Ennyi már a tudomány és a technika világából. Tehát egy picit megismerkedtünk a struktúrált programozásról, kicsit megismerkedtünk azzal, hogy mit jelent az, hogy algoritmus, illetve hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy később a programjainkatnak a tevékenységét hogy tudjuk megtervezni ilyen úgynevezett algoritmizálást támogató eszközökkel. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóba. Házi feladatokat megoldani. Szervusztok, viszlát!